estét kívánok! Az Igen Szolidaritásért, Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom tavaly novemberben jött elő ezzel az ötlettel először, hogy ez a minimálbér, ez így nincsen rendben, akkor még 200 ezer forintról beszéltek, most emelték a tétet 250 ezerre. Ennyi az inflációs növekmény, vagy átszámolták, újra gondolták? Ilyen, ez aztán olyan terasz hangulatot ad nekem, úgyhogy ha megengedi, én ezt most leveszem. Tessék, hogy mégis azért itt nagyjából a erőviszonyok kávét kapott legyenek. Hát elég, a két elég az még fejlesztésre szorul, de jó lesz ez. Nos, kétségtelen, nagyot léptünk ezzel a követelésünkkel, illetve hát egyféle választási ígéretünkkel. Ennek részben az az oka, hogy valóban jelentős volt az infláció, elsősorban azokban a tárgykörökben, amelyek az embereket közelről érintik, nem utolsó sorban az élelmiszer áremelkedés. Én most nem akarom felsorolni, hogy a különböző egyébként szokványos élelmiszerek milyen mértékben árai milyen mértékben emelkedtek, de nagyon nagy mértékben. Ezen felül azért a járvány főképpen a szerény jövedelmi családoknak nagyon-nagyon megdobta a költségvetését. Most egyáltalán ez a gyerekeknek a iskolából való kimaradásától kezdve hosszasan lehetne sorolni, hogy mennyi mindennel ugrottak meg a költségek. De legfőképpen az okozta számunkra ezt a bátorságot, hogy 200-ról 250 ezer forintra növeljük a nettó havi minimálbérrel kapcsolatos igényeinket, illetve törekvéseinket. Az az, hogy ugyanezen időszak alatt egyébként mindenféle kimutatások szerint a jómódúak, a gazdagoknak a jövedelme az ugrásszerűen megemelkedett. Tehát ebből a mostani vírusválságból a gazdagok nagyon jól jöttek ki. De érdemes ezzel összemérni a nem mérjük össze, csak legszegényebbek jövedelmét? Tehát ugye a gazdagok, hogyha baj van és ügyesen fektetik be a pénzüket, szokták mondani, azok akkor is keresnek, ez így van. De ha így arányítjuk, akkor a 250 ezer is kevés. Hát akkor semmi nem elég. Én most csak választottam önnek arra a kérdésére, hogy mi adta nekünk azt a bátorságot. Én értem, de én az arányt nem értem egyelőre, hogy ők sokat kerestek, akkor emeljük fel. Nem ez volt az indok, ez csak egy mellékes szempont volt, hogy tehát, mint egy alátámasztandó azt, hogy van miből. Tehát gyakorlatilag mi azt mondjuk, hogy még ez a 250 ezer forintos havi nettó minimálbér is. Egyébként a Központi Statisztikai Hivatal által közreadott magyar GDP-nek az egy dolgozóra vetített mértékének az egy hatoda. Tehát, hogyha egy dolgozó előállít körülbelül egyébként a GDP alapon 1,5 millió forintot egy hónapban, mert ezek a számok, akkor ennek az egy hatoda az hadd legyen már minimálbér, tehát azért ez nem olyan ördöngös dolog, de hozzáteszem, hogy még ez a 250 ezer forintos minimál jövedelem, ez arányait nézve más országok, fejlettebb országok, vagy kevésbé, tök mindegy, hova veszük. Lényeg az, hogy az európai országok döntő hányadának arányosított mértékében ez még mindig egy decens mérsékelt igény. Na majd ezekkel a számokkal folytassuk, egy pici türelmét kell kérnem, néhány kereskedelmi üzenetünk van a kedves nézők számára, ezeket elhelyeznénk az adásban, és utána folytassuk azzal, hogyha ön azt mondja, hogy az egy hatodát adná oda a dolgozónak, az általa megtermelt összegnek, ez például egy németországi számadatban hogy néz ki? Ott is az egy hatodát kapja egy autógyári dolgozó? Mert szerintem azért ez innentől kezdve izgalmas. Hát a remények, az esélyek is kérdés lesz mindjárt egy pici szünet után. Két rész lett Szanyi Tiborral a beszélgetés a 250 ezer forintos minimálbérről. Ott hagytuk abba, hogy ez az egy hatoda lenne annak, amit egy magyar dolgozó átlagosan megtermel egy hónapban. Igen, egy hónapban. És kérdeztem én, hogy például a németeknél, franciáknál hogy vannak ezek az arányok? Tehát, hogy ezek a számok így ezzel a 250 ezer forintos összeggel mennyire hasonlítanának az ez egy arányosított számok? Összeg. Egyébként az arányosításnak nem csak a számszaki része fontos, hanem az, hogy például Németországban, hogy mondjuk egy közelebbi példát, vagy akár Ausztriában, hát lényegesen kisebbek a megélhetési költségek arányaiban. Például míg nálunk 27% az áfa, addig az ott jellemző. Mivel a jövedelmek arányához érdemes ezt? Sok minden mást, meg a családtámogatási rendszereket. De egyébként én azt gondolom, hogy
Ezt így stúdióban is meg lehet vitatni, de mi ennél sokkal inkább kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondolnak erről az emberek, és ezért az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amit a Szolidaritás Mozgalom tett közzé. Nevezetesen, hogy május 1-től kezdődően mi bizony egy aláírásgyűjtést fogunk indítani ennek a 250 ezer forintos havi nettó minimálbérnek az érdekében. Most már minden lehet, akkor minden igaz, akkor közterületen is megtehetik. Tehát... Nem, egyelőre nem tehetjük még meg. Még nem, de talán május. Viszont nagyon remélem, egyelőre nyilván online fogjuk elindítani ezt az aláírásgyűjtést, mondom a... munka ünnepe, vagy a munkásosztály ünnepe, vagy egyáltalán a dolgozók érdekvédelmének az ünnepe. Május 1-én fogjuk indítani ezt. Nyilván, lehet volna egy tüntetésük is, most jut eszembe. Így van. Hát erre is van B-tervünk, de a tüntetést azt a lehető leghatározottabban betiltotta a rendőrség. Ez egy vicc, hogy a villamosokon, teraszokon, iskolákban, kórházakban, bárhol nyugodtan lehet tömörülni Szardinia módjára, de egy autós tüntetést azt nem lehet szervezni május 1-én. Ez a, ha úgy tetszik, akkor igen, ez egy üzenet azoknak a dolgozóknak, akik egyébként évszázados léptékben mindig megünnepelhették a május 1-ét, hogy ezt nektek, tehát nem. Cserébe viszont egyrészt meg fogjuk tenni a méltó megemlékezéseket, de legfőképpen ennek az aláírásgyűjtésnek az indítása lesz szándékunk szerint meglehetősen intenzív. Ebben az aláírásgyűjtésben mi a cél? Tehát egy olyan mennyiségű aláírás összegyűjteni, ami valami kötelező érvénnyel bír, vagy egyszerűen csak gesztus értéke lenne? Nem, hát egyébként teljesen mindegy, hogy mi van kötelező érvénnyel a kormány számára, hát se a saját törvényeiket se tartják be, tehát semmit sem. Jó, de egy népszavazási kezdeményezésig el lehet. Ez nem népszavazási kezdeményezés, ez egyszerűen az, hogy mi tudni akarjuk, hogy mit akarnak az emberek. Mi egyébként egészen biztosak vagyunk abban, hogy emögé nagyon sokan föl fognak zárkózni. Tekintettel arra, hogy nem kevés háttérközvéleménykutatást végeztünk, nem magunkról, hanem a témáinkról, az, hogy egyáltalán az emberek bére, az mit jelent a különböző földrajzi korcsoportokban, stb. Azt kell mondjam, hogy ennek a kérdéskörnek eléggé, nagyon erős támogatottsága van olyannyira, hogy mi biztosak vagyunk abban, hogy azzal a politikával, amit mi egyébként képviselünk, joggal ambicionáljuk, hogy a 2022-es országgyűlésben egy erős baloldali frakciót alakítsunk. De a konkrét cél az az, hogy szeptember 11-ig akkor szeretnénk megtartani a munkás büszkeség napját. Egyébként ez Huszti Andrea és Székely Sándor pártelnökünk, illetve országgyűlési képviselőnknek egy korábbi kezdeményezésén alapul. Gyakorlatilag addig, hát most van 4,4 hónap, tehát egy harmad év alatt mi 250 ezer aláírást szeretnénk összegyűjteni. Ez egy elég erős dolog lenne, és én úgy gondolom, hogy ez is bizonyítja azokat az ambíciókat, amiket mi előrevettünk. Lelkük rajta az összes többi pártnak. Mivel foglalkoznak? Mi az emberek jövedelmével foglalkozunk. Pénzt az embereknek. Ez a válságból való kilábalásnak az egyetlen útja, sőt, hogy Huszti Andrát idézzek, a válságra a legjobb vakcina a szocializmus. Hát... Igen. Van másfajta vakcina és másfajta válságra kétség kívül. De hogyha önök 250 ezer forintos minimálbérért írnának alá, akkor ezek szerint az iszon pultjainál vagy online, hogyha először úgy lehet csak... Sőt, hát meg fogjuk látogatni az összes kis település, összes kocsmájának összes teraszát. Az iszom jegyében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.